kell azt hangsúlyozni, hogy ez az oktatás kizárólag abban nyilvánul meg, hogy az anyanyelv mellett, amely lehet ugye szerb, lehet kisebbségi nyelv, így a magyar nyelv is, az oktatás egy része, mintegy 35-40%-a idegen nyelven is folyik, amely nyelv ugye lehet angol, német, francia vagy más világnyelv. Ez elősegíti azt, hogy azok a diákok, akik így tanulnak, még szélesebb tudást szerezzenek, és megállják a helyüket bárhol, utána külföldön, akár az oktatásban, akár a munkában.